Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget vagy betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázva mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy a témában jártas szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni egy-egy jelenség lélektani hátterét és következményeit. A második részben pedig egy az adott témában érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről, tapasztalatairól. Ma a pánikzavar, vagy közismertebb nevén a pánikbetegség pszichológiai hátterét igyekszünk megérteni. Mindenek előtt Kozma Vízkeleti Dániel család pszichoterapeuta segítségével. Ő következik. Azt megállapíthatjuk, hogy a pánik keltetője és oka mindenek előtt a szorongás? A pánik zavar az a szorongásos nehézségek körébe tartozik, így valóban maga a pánik az tulajdonképpen egy elszabadult szorongás. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy ilyenkor a szervezetünk, amúgy normális védekező mechanizmusa, saját úton kezd járni, és akkor is vészreakciót ad, amikor igazából nem vagyunk veszélyben. Tulajdonképpen egy pánikroham során az történik a szervezetünkben, hogy úgy reagál az agyunk, meg a szervezetünk, mintha valami nagyon erős veszélyben lennénk, négy oroszlán jönne velünk szembe a körúton, vagy tényleg belennénk zárva, és nem tudnánk menekülni, pedig menekülni kéne tűzüt neki. Tehát a szervezetünk így reagál, az agyunk azt hiszi, hogy óriási veszélyben vagyunk, holott közben éppen csak a metrón utazunk, vagy sétálunk valahova, vagy éppen tanakodunk valamin. Mi a különbség a pánik roham és a pánik betegség között? Köszönöm, hogy föltetted ezt a kérdést. A pánikroham egy viszonylag rövid és egyszeri esemény. Ilyenkor a szervezetünk túlzottan reagál. Általában ez nem több 10 percnél. Ilyenkor a diagnosztikai kategóriák szerint 4 féle tünet fut végig rajtunk. Szapor a szívdobogás, vagy a gyomrunkat érezzük hirtelen összeszorulva, hány ingerünk támad, adott esetben hasmars tör ránk, vagy ilyen neurológiai vagy pszichológiai tüneteket élhetünk meg, szédülünk, és ennek megfelelően azt érezzük, hogy hú, itt valami borzasztó dolog fog történni. Ez az emberek 15%-ában életében egyszer előfordul, vagyis az emberek 15%-a életében egyszer átél egy ilyen rohamot. Ettől még nem kell megijednünk, ugye? Hát akkor lesz belőle zavar, ha ugye ettől megijedünk, és elkezdünk aggodalmaskodni, hogy hűha, ez mi volt? És lehet, hogy visszatér, lehet, hogy újra előfordul az életemben, és akkor két dolgot teszünk, egyrészt elkezdünk szorongani attól, hogy újra ilyen pánikzavar tör ránk, és hát mivel nehezen megfogható, hogy mitől alakult ez ki, és mikor fordult elő, ezért tulajdonképpen állandóan attól szorongunk, hogy húha, lehet, hogy a következő percben, lehet, hogy most, ez az egyik. A másik, hogy elkezdünk elkerülő viselkedéseket folytatni, vagyis kialakítunk mindenféle elképzelést, hogy majd mikor jön ez a roham, és ezeket a helyzeteket, általában ezek összefüggenek a tömeggel, a zárt helyekkel, zárt terekkel, például közlekedési eszközök, vagy olyan tér, ahonnan nehéz lenne menekülni, aluljáró, viszonylag behatárolt helyek, egy-egy iskola, vagy például nagyon nem szeretünk sorba állni, mert onnan is nehéz lenne hirtelen kiugrani. Szóval elkezdjük ezeket a helyeket elkerülni. De azért kerüljük el, mert attól félünk, hogy ott fog ránk törni, ez az újabb fizikai tünet együttes, hogy az ismeretlentől félünk. Hát lélektani értelemben valószínűleg a szorongásunk máshonnan is táplálkozik. De ami ilyenkor tudatosítható, ilyenkor tényleg attól félünk, hogy újra ránk tör ez a roham, azt gondoljuk, hogy majd ez a metron fog megtörténni, és inkább nem utazunk metróval, aztán busszal se, nem megyünk ki a városba. Ezt nevezik agorafóbiának? Igen. Hogyha a pánik rohamokhoz, illetve a pánik zavarhoz agorafóbia is társul, akkor egy-egy ilyen személy a szorongása kapcsán nem mer kimenni nyilvános helyekre, elkerüli a közlekedést. Na most ez egy idő után nagyon beszűkíti az életterünket. Ez olyan eset lehet, hogy nagyon plasztikus, hogyha valakire például gyomorrontás jött egy képtelen helyzetben, vagy képtelen helyen, akkor onnantól fogva ő ezeket szorongás útján
előállítja képtelen helyeken, vagy attól kezd el félni, hogy például hasmenés jön rá egy teljesen valószerűtlen helyen is, és kellemetlen helyzetbe kerül. Uh-huh. És ez egy öngerjesztő folyamattá válik, hogy az attól való félelem, hogy ez majd újra rátalál, idézi elő ugyanezeket a tüneteket? Egyetértek veled, ez egy öngerjesztő folyamat. Nagyon nehéz megfogni a tyúk vagy tojást, hogy melyik a kiinduló pont. Az viszont biztos, hogy mivel nagyon szorongok, ezért folyamatosan a emésztő szervrendszerem erre reagál, begörcsöl, gyorsabban kezd el működni. És mivel észlelem magamon, hogy hűha, megint csavarodnak oda bent a dolgok, ezért még inkább fokozódik a szorongásom. Vagyis ez egy, tulajdonképpen a pánik egy önrontó kör. Az egyik róla szóló népszerűsítő irodalom ezt a címet is viseli, hogy a pánikzavar önrontó köre. Önrontó kör pedig, vagyis ugyanabban a spirálba keveredik bele az ember újra és újra. Újra és újra. Egymás kölcsönhatásaként. Azt le tudjuk-e írni közérthető módon, hogy körülbelül mi átszódik le ilyenkor a szervezetben? Ilyenkor az idegpályák vetnek lobot, valami a, nem tudom én, a neurotranszmitterek kapcsán történik, de hogy onnan, hogy elkezdek izgulni, miképp tudja a szervezet mindezeket elég élethűen előállítani? Hadd mondjam azt, hogy is. A szervezetemben is történik, a lelkemben is történik, és a külvilágban is történnek közben a dolgok, és ezeket nagyon nehéz szétválasztani egymástól. Önrontó vagy akár ugyanennyi energiával önjavító körök működnek odabent, és ebben részt vesz a szervezetünk, vagyis a biológiai felkészítettségünk, a lelkünk, a társas kölcsönhatásaink, hiszen szinte soha nem vagyunk egyedül, és van egy spirituális szféránk is, vagyis hogy mennyire vagyunk összhangban a világlátásunkkal, a világról alkotott elképzeléseinkkel. Mi történik a szervezetünkben? Amikor, és ez rögtön egy hajlamosító tényező lesz, hogy vannak közöttünk olyanok, akik fokozottabban figyelik a szervezetünknek a történéseit, őket szenzitizátoroknak hívjuk, vagyis amikor a figyelmünk folyton így, jaj, most érzem, hogy igen, a egyik fülem egy picit melegebb a másiknál, érzem, hogy a szívem most egy picit gyorsabban dobog. Van ennek az ellentéte is igaz, vannak ugye represszorok, akik akkor sem mennek orvoshoz, ha már nagyon fáj, mert nem figyelnek a testük jelzéseire. Szóval azok a személyek, akik inkább figyelnek mindenre folyamatosan és monitorozzák, hogy mi történik belül, ők hamarabb észre fogják venni, hogy valami apró eltérés támadt. Egy pici, jé, most egy picivel gyorsabban dobog a szívem, ezt előhívhatja koffeinfogyasztás, bizonyos tudatmódosítószerek, egy fáradtság, étkezési nehézségek, egy felfokozottság, egy stressz. Tehát millió oka lehet, hogy a szervezetem egy picit máshogy reagál a megszokottnál. Eddig ez egy teljesen természetes folyamat. Itt következik be egy vált ami pánik zavarhoz, vagy ismétlődve pánik betegséghez vezethet, hogy elkezdem ezt észlelni, és katasztrofizálok. Hú, most mélyebben veszem a levegőt. A katasztrofizálás az azt jelenti, hogy a létező legrosszabb verzióra gondolok, fizikai tünetek nyomán. Abszolút, mindenből a legszörnyűbbet, következtetést vonom le, például észlelem, hogy most egy picit mélyebben veszem a levegőt. Hűha, biztos meg fogok fulladni. Ez egy logikai baki, kognitív viselkedés terápia, ugye logikai torzításnak is hívja, mégis ez zajlik le ilyenkor, hogy mélyebben vettem a levegőt, valószínűleg meg fogok fulladni, érzem, hogy a szívem picivel gyorsabban dobog, valószínűleg szívinfarktust fogok kapni, és lábbal előre visznek engem innen kifelé, vagy azt észlem, hogy húha, kicsit olyan zavarodott vagyok, olyan felfokozott, ami megint teljesen normális élethelyzet lehet, biztos meg fogok őrülni, el fogom teljesen veszíteni a kontrollt. Tehát történik egy ilyen logikai baki, egy katasztrofizálás. Ráadásul, hogy maradjunk a testi jelenségnél, ilyenkor gyermekkorban tanult reakcióval elkezdünk mélyebben lélegezni, ugye, mert ha feszült vagy, akkor vegyél néhány nagy levegőt, elkezdünk szakszóval hiperventilálni, vagyis nagyobbakat, nagyobb levegőt veszünk. Ilyenkor egy
Olyan folyamat zajlik le a szervezetünkben, ami normál esetben akkor szokott bekövetkezni, ha tényleg baj van. Vagyis ezzel a túllégzéssel, a hiperventilációval létrehozunk egy olyan belső eltolódást, amit az agyunk úgy észlelhet, ugye, aki folyamatosan figyeli a szervezetünket, hogy mi történik odabent, mintha tényleg baj lenne. De ezt racionálisan képes felismerni egy beteg, mondjuk az 5.-6. esetnél, hogy hello, ezt most én állítom elő, álljunk meg, voltam már így, nem fogok meghalni. Tehát ezt elő tudja hívni, ezt a fajta szabályozó mechanizmust? Igen, általában a terápia szerencsés kimenetele pont az, hogy rá tudunk látni, fölismerjük, hogy mi is történik. Ja, például a kognitív viselkedés terápiában a pánikzavarral küzdőket megtanítjuk nem hiperventilálni, vagy ezt egy papírzacskóba tenni, ami tulajdonképpen ezt a biológiai faktort állítja helyre, nem következik be az az eltolódás a szervezetünkben, aminek a folyamányaképpen az agyunk kiadná a riadót, mert hogy tényleg a szervezetünkben olyan eltolódás következik be, ami amúgy nagy baj esetén szokott. Mi váltja mindezt ki? Mindenkinél más, tehát mindenkinek van egy triggere, egy olyan gomb, ami ha benyomódik, mint legfőbb félelem, akkor ez életbe lép, vagy voltaképpen itt egy tárgy nélküli szorongásról beszélünk, és voltaképpen mindegy, hogy mi váltja ki. A lényeg, hogy kiválthassa. Az esetek döntő többségében teljesen mindegy, nem köthető egy-egy pillanathoz. Ha köthető lenne, akkor nem is pánikzavarról, hanem fóbiáról beszélnénk, mert akkor lehetne kötni, hogy meglátok egy pókot, akkor lesz rajtam úrrá ez a fajta eluralkodó szorongás. Vagy... És X-et adott esetben mindig más is pánik rohamba taszíthatja? Tehát egyszer a liftbe éri ugyanez, legközelebb egy szakítás, a következő alkalommal nem tudom én, a repülőgépen kapja őt ezzel, a negyediknél meg, amikor WC-re kell mennie, és nincs a közelben semmi. Abszolút a legváltozatosabb helyzetekben jöhet ez elő, ezért is nehéz előrejelezni. Ennek folyamán válik ez a szorongás, a roham megismétlődésétől való félelem tényleg a mindennapok része, mert nem tudom pontosan bejósolni, hogy az 5-ös buszon a 4. és a 7. megálló között, vagy ha előveszem a telefonomat, és a anyósom száma van a kijelzőn, vagy ha a főnököm azt mondja, hogy jöjjön be, legyen szíves, beszélnünk szükséges, szóval nem köthető helyzethez. Általában azért az levonható, hogy nagyon gyakran inkább zárt térben történik mindez, vagy olyan helyen, ahol sokan vannak körülöttem, mert ezek a helyzetek eleve szorongatóak, illetve eleve előállítják azt a biológiai faktort, ami a szervezetünket megcsalja. Még mielőtt rátérnénk a lelki aspektusokra, nagyon röviden szerintem érdemes elvarni, aztán nem tudom, hogy egy pszichológus e tekintetben mennyire tudja ezt elmondani, de tudsz mondani orvosi értelembe vett különbözőségeket, egy klasszikus szívinfarktus béli tünetegyüttes és a pánik roham jellemvonásai közt. Tehát, hogy azért nyugtassuk meg az embereket akkor, meg gondolom ez a legfőbb félelem, hogy amikor valakinek elkezd szorítani a mellkasa, ez ugye egy rendszeres tünet. Izzadni kezd, verejtékezni kezd, zsibbad a keze. Szapor a szívverést észlel magán. Hol a különbség az infarktus és a pánik roham közt? Azért ne kezdjük el rögtön azt hinni, hogy infarktusunk van. Infarktus esetén általában sokkal inkább több tünet jelentkezik egyszerre. A pánikroham kiváltásához elég ezekből egy. Nem kell mindnek jelen lennie, az infarktusnál valóban minden általad felsorolt tényező, vagyis a szaporaszívverés, a mellkastályi szorítóérzés, vagy a balválba kisugárzó fájdalom, ugyanígy az izzadás, vagy más belső reakciók jelen vannak, míg a pánik roham esetében ebből bőven elég egyetlen. És a reakciónk viszont nagyon hasonló lesz, mert elkezdjük azt hinni, hogy nagyon nagy a baj, valószínűleg tényleg mindjárt meghalunk. Infarktus esetén ugye nagyon fontos valóban a segítségkérés, ha tudjuk, hogy erre van hajlamosító faktorok bennünk, akkor erre mindenképpen szükséges odafigyelni. Pánikzavar esetén pedig sokkal inkább ezt a túlreagálást lesz szükséges kezelni, hogy ne higgyen minden élethelyzetben azt, hogy ez most az életemet veszélyezteti. Ugyanakkor mégiscsak a
Lélekben című műsorban beszélgetünk, úgyhogy a pszichológiai hátterére lennék elsősorban kíváncsi. Ugye Freudnak van egy elmélete a szorongás a zavarra kapcsolatban, miszerint valamilyen én részünk egy ösztönös dologgal kibékíthetetlen ellentétbe kerül a mi szervezetünkben. Tehát, hogy általában ilyesfajta eredője van mindennek. Ezt tudnád velünk érzékeltetni, hogy mikre gondolhatott Freud? Hogyne. A pánik zavarra kapcsolatban van egy egészen specifikus teóriája, hiszen tudjuk, hogy maga Freud is élt át pánikrohamokat. Ma nem lenne diagnosztizálható pánik zavarral a szigorú kategóriák szerint, de ő maga is átélt ilyet és leírta. Ő úgy gondolta, hogy az ösztön törekvéseink, vagyis, hogy hú, de jó lenne megenni valamit, vagy ott egy csinos nő, meg kéne szólítani, vagy szeretnék birtokolni valamit, ami nem az enyém. Ezek a késztetések, amikor megjelennek, a pánikzavar abból fakad, hogy a bennünk élő úgynevezett felettes én, vagyis a bennünk élő szüleink, erkölcsi mércénk, a társadalom elvárásai, ezeket az ösztönkésztetéseket nem kiegyensúlyozott módon, hanem könyörtelenül büntető módon kezdik el visszanyesegetni. Vagyis a Freud elképzelésében a lelkünk úgy működik, hogy van egy ilyen, van egy kocsis a bakon, az egyik ló balra húzna, ez az ösztönkésztetésünk, aki vinne bele minket mindenfélének az azonnali kielégülésébe. Míg a bennünk élő felettesén, ami ugye a társadalmi elvárások, az erkölcsi rend és mérce képviselője, ő pedig képviseli azt, hogy de hát ezt nem szabad, ilyet nem illik, rendes ember ilyet nem csinál. Tehát mindenkor valamifajta belső konfliktus vagy ellentmondás állítja mindezt elő? Így van. Kibékítetlenség belül? Freud úgy képzeli, hogy a lelkünkben állandóan van egy ilyen harc, szerencsés esetben találunk egy egyensúlyt. Pánik zavar akkor jön létre ebben a koncepcióban, a freudi koncepcióban, hogyha ez a felettes énünk, ez túlerős, könyörtelen, és nagyon-nagyon szigorú, és nem azt mondja, hogy de hát ezt nem szabad, nem illik, hanem azt üzeni, amikor mondjuk arra gondolok, hogy fú, van a táskámban egy rántott húsos zsömle, hát most már így pont kajaidő van, de jó lenne ezt elfogyasztani, ugye jön az ösztönkésztetés, akkor erre nem azt mondja felettesénünk, hogy de hát tessék szépen enni, meg kivárni az időt, meg kezet mosni előtte, hanem azt üzeni nekünk, hogy rendes ember, podcast felvétel közben, nem gondol kajára, micsoda egy nulla vagy te, a társadalom söpredéke legalja, tehát nagyon szigorú, könyörtelen és büntető üzeneteket küld, és így nem egy ilyen normál harc lesz odabent, hanem egy ilyen borzalmas háború. Ennek a feszültsége robban ki abban, hogy nagyon-nagyon elkezdek szorongani, és tulajdonképpen a lelkem a benne éppen dúló, valóban nem csak hogy kibékíthetetlen, hanem könyörtelenül áldász küzdelem megfelelőjeként azzal a élménymóddal lesz jelen, mintha belül tényleg ez zajlana. És ha jól sejtem, ezek a belső ellentmondások, vagy konfliktusok, feszültségek, ezek nem is annyira nyilvánvalóak a beteg nem. számára? Pontosan, ezek ugye a tudattalamban zajlanak, nagyon ritkán látunk erre rá, általában ugye az analitikus koncepcióban hosszú terápiás munkával lehet egy részüket tudatosítani. Ezek zsigeri belső konfliktusok, amiről van. Még ő se tud feltétlen. Nem. És ha pontosan. Jól sejtem, aztán majd rám szólsz, hogy laikusként nagyon rosszul próbálom én ezt prezentálni, vagy elképzelni, de ezek ilyen lassan ölő mérgek. Tehát, hogy csöpög a csap, mondok egy példát, és egyszerűbe telítődik egy tartály. És ennek a kisülése, vagy kibontakozása aztán az első pánikroham. Én ezt jól képzelem? Tehát, hogy valaki belül-belül marja magát, nem is biztos, hogy tudja, hogy pontosan mitől, diszkomfort érzete van, valami nem teljesen frankó, és amikor telítődik ez a bizonyos tartály ezzel a szorongás mennyiséggel, ennek lesz a végső eredménye, egy pánikroham. Én nagyon-nagyon szeretem a felkészültségedet, egészen kiváló pszichoanalitikus válna belőled, valóban így zajlik. Analitikus koncepcióban ez segíti a megértést, ez a metafora, hogy valóban így telítődünk, de erre nem látunk rá, mert azt se érezzük, hogy csöpög, hogy igazából mi váltja ezt ki, és egyszer csak robban, és akkor sodor bennünket, és csak nézzünk, mint Noé a harmadik tevére, mert nincs mibe kapaszkodnunk. Önmagában a pánikzavar esetén
nagyon-nagyon ritkán mutatható ki valós szervi elváltozás, tehát noha a személy azt éli meg, hogy mindjárt szívinfarktusa lesz, mindjárt megfullad, mindjárt megőrül, valós ilyen dolgok nem történnek a testében. Ugye azt mondod, hogy ez derültékből villámcsapásként tör az emberre. Ugyanakkor azt olvastuk, hogy általában nem egy nagy stressznek kitett állapot közben jelentkezik az első pánikroham, hanem sokkal inkább már az ezt követő nyugalmi időszakban. Ez annak köszönhető, hogy egész egyszerűen az erőtartalékok lemerülnek, és valamiféleképp a szervezet, amikor már ez a fajta stresszállapot elmarad, jelez, vagy valami önszabályozó mechanizmus billen fel? Ez is bőven belefér a pszichológikába, de azt hiszem ennél egyszerűbb. Amikor éppen benne vagyunk egy nagyon erős stressz helyzetben, és a szervezetünkben jelentkeznek tünetek, akkor ezt képesek vagyunk magyarázni ezzel a stresszel. Hát persze, hogy görcsöl a hasam, hiszen éppen vizsgázom, vagy éppen holnap leadás, vagy éppen a főnökömmel beszélgetek, akkor nem következik be az a katasztrofizálás, a szervezetünknek az a túlreakciója, hiszen hozzáférhető egy logikus magyarázat, hogy miért reagál így a testem. De akkor ugyanilyen jeleket produkál, csak talán nem ilyen erősen, és nem vesszük észre? Talán ugyanilyen erősen észre is vesszük, de nem tulajdonítjuk katasztrófának. Lévén, hogy látjuk annak az indokoltságát. Pontosan. A kitettség miatt. Így van, teljesen magyarázható. Ugye a tulajdonképpen a pánik akkor lesz, amikor nem vagyunk valós stressz helyzetben, mégis a szervezetünk úgy reagál, mintha úgy lennénk, mert ezt magyarázzuk. Ha nagyon konyha nyelven akarom kifejezni magam, akkor tulajdonképpen a lelki berendezkedésünk, vagy a lelki folyamataink küldenek egy vészjelet ilyenkor? Így van. Ez egy segélykiáltás, hogy ezt meg kell oldanunk. A megoldásra nem biztos, hogy fölhív bennünket ilyenkor a szervezetünk, de az, hogy itt most nagyon nagy a baj, az bizonyosan benne van. És nagyon nagy a baj? Az esetek igen jelentős részekor már forponton van az a fajta békétlenség? Nem. Pont ez a pánikzavarnak az egyik trükkje lélektani szempontból, hogy ilyenkor nincs nagyon komoly gond. Ha a freudi koncepcióra gondolsz, hogy ez a túlcsordulás akkor következik be, amikor már tényleg nagyon-nagyon tele van, már nagyon-nagyon erős bennünk ez a küzdelem, akkor ezt létre tudják hozni nem csak egzisztenciális szintű, vagy létünk legalapvetőbb kérdései felett zajló problémák, hanem tényleg apró nézeteltérések odabent. Még pár mondat erejéig, szerintem gyorsan varjuk el azt, hogy végső soron meddig és mi történik a szervezetben? Van ennek valami körülírható definíciós időtartalma? Tehát nem tudom, ez 5 percig szokott tartani mindenkinél más, vagy általában azért ez véget ér fél óra alatt. Tehát mi ennek az orvosi vagy pszichológiai definíciója egy pánikrohamnak? Igen. Egy pánikroham jellemzően legkésőbb 10 perc alatt kialakul, tehát a legelső tünetek észlelésétől a tünetek tetőzéséig legkésőbb 10 perc telik el, és körülbelül ennyi idő alatt le is cseng. Ennél gyakran egyébként gyorsabb, tehát valóban ez egy ilyen néhány perces epizód, és pontosan a hevessége, a gyorsasága miatt sokkalta ijesztőbb, mint amennyire valóban veszélyes. Mitől múlik el? Tehát én mulasztom el, vagy az a természetrajza ezeknek a jelenségeknek, hogy amilyen gyorsan jön, voltak éppen magától távozik is. Az első pánikzavar magától elmúlik, szépen lecseng. Általában ehhez hozzájárul az, hogy elhagyom azt a helyszínt, hogy egy idő után a légzésem visszatér egy normál ritmusba, be tudom kapcsolni saját önmegnyugtatási képességemet, megtapasztalom, hogy hát nem haltam meg, nem fulladtam meg, nem őrültem meg, és ez, ahogy ez az öngerjesztő, önrontó körbe tud kapcsolni, ugyanígy ez az önmegnyugtató kör is tud működni. Később nyilván, például egy terápia folyományaképpen, ez már tudatos és döntés folyománya lesz, hogy aha, le tudom csengetni. Rövidebbre tudom zárni. Elmulasztani el tudom? Tehát egy jól sikerült terápia végpontjaként ki lehet az zárni
Egy életen át? Uh-huh. Nem lehet kizárni egy életre, tehát az érzékenységem valószínűleg megmarad. Ugyanúgy, ahogy mondjuk egy jól sikerült párterápia után bizakodva távozik egy házaspár, hogy soha többet nem fogunk veszekedni, valószínűleg fognak, de már jobb eszköztáruk lesz, hogy a veszekedésből ne legyen komoly sérülés. Ugyanígy a pánikzavar... Tányérok már nem fognak repkedni lehet, igen, igen. Mm. Csak akkor, ha ebben ők megegyeznek, hogy ők ilyen tányér dobálós, és ez mind a kettejüknek, mert szeretik a repülő csészealjakat, és ez mind a kettejük számára adaptív megküzdés. Pánik zavarnál is az a helyzet, hogy lehet, hogy előfordul, hosszú távú tünetmentességet el lehet érni, nagyon-nagyon ritkulnak a tünetek, és nem lesznek annyira ijesztőek. Tudsz mondani pár közismert, vagy talán leggyakoribbnak is mondható okot ezekről a bizonyos belső konfliktusokról, amelyek előállítják rendszerint ezeket a pánikrohamokat? Aha, nem, a freudi koncepcióra gondolsz. Akár a te tapasztalataid alapján, vagy ha lehet egy ilyen főbb tünetegyütteseket elmondani, nem tudom, én nem azon a helyen vagyok, ahol egyébként lennem kellene, nem azzal vagyok, akivel egyébként lennem kellene, nem azt az életet élem, amit egyébként élnem kellene. Mik szoktak lenni általában ezek a belső ellentmondások? A pánik zavart az analitikus koncepció, de a hétköznapi tapasztalat is nagyon gyakran összeköti kapcsolati konfliktusokkal. Ez különböző irányból is megközelíthető. Az egyik, hogy régi terápiás tapasztalat, hogy ezek akár a rohamok, akár az állandósult nehézség, vagyis a pánik zavar, mégiscsak gyakrabban fordul elő olyan élethelyzetben, ahol valamely számunkra igazán fontos kapcsolatot, például a párkapcsolatunkat, vagy a szüleinkkel való kapcsolatunkat, vagy a társadalmi elismertségünket, szóval a beágyazottságunkat, valamiféle vélt vagy valós veszély fenyegeti. A másik, amivel találkozunk, pont amit te is említettél, ez leggyakrabban életközép táján fordul elő, ez az önazonosságunkkal kapcsolatos összefeszülés. Több olyan életszakasz van, amikor ezek a kérdések, ezek kitüntetetten előkerülnek, ilyen a kamasz és fiatal felnőttkor, lásd csodát, a pánikzavar jellemzően ekkor indul, vagy ekkor éli át a személy az első pánikrohamot. Aztán van néhány kegyelmi év, és elérkezünk az életközépi kérdésfeltevés időszakába. Mert hogy ezek a ez például a számvetés ideje, és ilyenkor szembesül az ember a mulasztásaival, a vétkeivel, a kihagyott helyzeteivel? Pontosan, ez egy mérlegvonós időszak. Uh-huh. Ugye kamaszkorban, fiatal felnőttkorban inkább az, hogy mivé szeretnék válni, ebből mi áll a rendelkezésemre, mit kell megszereznem. Hát az ijegység, az előttem egy álló. Ijegység, igen. Micsoda életfeladat. Hát, hogyha beteg leszek, itthon maradhatok, gondoskodnak rólam, nem kell önálló egzisztenciát alapítanom, elköteleződnöm egy hivatás, meg egy társ mellett, magam vállalnom a felelősséget a döntéseimért, mert maradhatok itt ebben a jól bevált mama hotelben, papa banknál. Aztán az élet középen, ezt ugye felező bulinak hívták az egyetemen, amikor hát szinte óhatatlan, hogy egy mérleget vonunk, hogy hát így nagyjából annyi idő telt el eddig, mint amennyi hátra van, mit értünk el, abból, amivé kamaszként akartunk válni, mi az, ami a hátralévő időben bepótolható, és mi az, ami valószínűleg már nem leszek. És akkor az ettől való szorongás lehet nagyon feszítő, hogy fú, nagyon szerettem volna valamit elérni, a kilincset, vagy a hatos buszt, nem sikerült, és már valószínűleg nem fogom. Ez nagyon szorongató lehet. Aztán általában mindenki megtalálja a maga adekvát válaszát erre a mérlegvonásra, és akkor az aktív életszakasz lezárulásával jön el újra egy ilyen mérlegvonós időszak. Értékazonos életet élünk, vagyis a döntéseinket tudjuk a számunkra igazán fontos értékekhez igazítani, vagy olyan kényszerekbe, vállalhatatlan kompromisszumokba szükséges belemennünk, ahol érezzük, hogy ez nem önazonos, csak azért csinálom, mert csak a anyagiakért, vagy csak valami külső nyomásnak engedve. Ez megint egy ilyen szinte feloldhatatlan belső feszültséget hozhat létre bennünk, aminek kivetülése lehet adott esetben egy ilyen viharosan heves testi-lelki reakció, mint amilyen a pánikroham. Hallgatod, téged az jutott eszembe, hogy egy reflexív, kicsit is ambiciózus ember nem biztos, hogy élete során ezt meg tudja úszni, hisz a határkövekhez ér, óhatatlan, hogy előbb-utóbb, és mindenkinek van ilyen, a mulasztásaival, a vétkeivel
időnként kénytelen kelletlen szembesülni. És hogyha nem tudja ezt kellőképpen szabályozni, vagy elrendezni saját magában, ez forpontra fog érni nála előbb-utóbb. Uh-huh. Magyarul, hogy ez nem is annyira megúszható, ahogy most így definiáltad, nem? Maga a krízis, a mérlegvonás krízise nem megúszható. Távol álljon tőlem, hogy ellenkezni akarjak veled. Mégis azt gondolom, hát hogy az önreflexió inkább véd meg az ilyen váratlan testi-lelki reakcióktól, mert egyfelől arra vesz rá, hogy szembenézzek ezekkel a feszültségekkel. Ha szembenéztem, akkor már nem a tudattalanban zajlanak, legalábbis részben, nem kontrollálhatatlanul befolyásolják a belső történéseket. Azt gondolom, hogy ha maradunk ennél a freudi koncepciónál, akkor pánikzavar akkor lesz ebből a belső összefeszülésből, ha nem törődök vele, hogyha nem nézek szembe vele, ha nem tudatosítom magamban, ha nem, ahogy te fogalmaztál, nem reflektálok rá. Azt gondolom, hogy egy ilyen önreflektív, akár kontemplatív, elmélyült, a saját reakciómmal gyakran foglalkozó munka, az inkább segít elkerülni ezeket a reakciókat, mint ahogy egy terápiának például ez lesz a folyamata, hogy a pánikzavar kapcsán szépen lelassítva végig gondolom, hogy mi is zajlik bennem, hol történik az elcsúszás, hol tudok neki megállt parancsolni, akár biológiai beavatkozással, akár lelki, akár társas segítségkéréssel, vagy az önazonosságom, a spirituális harmónián megteremtésével, mert hogy mindegyik tényező közrejátszik. Ha már a terápiát említed, a statisztikák szerint egy jól sikerült terápia nyomán körülbelül a páciensek 85%-a már működtethető módon tudja mindezt kezelni utána, vagy legalábbis ez a pánik betegség ez eltűnik az ő életéből ideig, óráig bizonyosan. Uh-huh. Ez egy nagyon eredményes terápiának tekinthető így laikusként. Mi történik ott elsősorban? Rájön mindenek előtt az illető az ő belső konfliktusának a keltetőjére, tehát hogy mi okozza benne mindezt, majd megtanulja mindezt szabályozni, kezelni, hogyha az rátör újra? Voltak éppen ez a feladata egy terapeutának? Hadd kezdjem azzal, hogy ez a 85% szakemberként is nagyon jól hangzik, tehát valóban a pánikzavar pszichoterápiával esetenként rövid ideig átmenetileg gyógyszeres kezelés igénybevételével valóban nagyon jól kézben tartható, tehát a legjobb prognózisú, a legjobb kimenetelű mentális zavarok egyike a pánikzavar. Mint ahogy a létrejöttére is több különböző lélektani koncepció, a pszichoanalitikus freudi modell, a kognitív viselkedésterápiás modell, vagy a rendszer szemléletű kapcsolatokra fókuszáló modell áll párhuzamosan, ha nem is versengően, inkább egymást kiegészítően egymás mellett. Így a terápiás beavatkozás is indulhat különböző irányokból. Ha a analitikus koncepcióban gondolkodunk, akkor valóban a legfőbb cél annak a belső tudattalan ellentmondásnak a tudatosítása és feltárása, nyílt kimondása lesz, amivel mentesülök ettől a belső feszültségtől. Mondhassam ki, hogy meg akarom enni azt a rántott húsos szendvicset, megtetszett nekem a kolléganő, aki beengedett, szeretnék a karrieremben előrelépni, szeretnék anyámnak nemet mondani. Ezt vállalhassam föl, mondhassam ki, és picit lejjebb lehessen csavarni azon a büntető, könyörtelen felettes énen, hanem azt le lehessen hozni egy ilyen az életemet segítő erkölcsi mérce erejéig, hogy igen, de mik ez az elvárások, vagy milyen feltételek esetén tehetem ezt meg. Ugye, hogyha a pánik rohamtól való félelem miatt otthon maradok, nem járok sehova, beszűkülnek a kapcsolataim, nem tudok dolgozni, hát ez egy katasztrófa tulajdonképpen, bekövetkezik az, amitől féltem, mert tényleg valami nagyon súlyos probléma fordul elő. Egy sikeres terápia eredményeképpen a korábban pánikzavarral élő tud dolgozni, tud elmenni nyaralni, tud találkozni a barátaival, lesznek kapcsolatjai, egy kiegyensúlyozott életet élhet, néhány dologra érdemes odafigyelnie, vagyis gyakorlatilag hasonló lesz mondjuk egy
cukorbetegséghez, vagy más ilyen az életünk végéig jelenlevő, de nagyjából kézben tartható állapothoz. És az a lényeg ezek szerint, hogy mindenki ehesse meg azt a rántott húsos szendvicsét, és akkor nem lesz olyan nagy baj. Így van, ehesse meg, mégpedig önazonos módon úgy, ahogy ezt a saját értékei mentén ő szeretné elfogyasztani. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Kozma Vízkeleti Dániel után jöjjön Pintér Adrien, ismertebb nevén Ada, a Viva TV egykori műsorvezetője. 10 évvel ezelőtt egyik napról a másikra jelentkezett nála az első pánikroham. Évekig küzdött mindezzel, aztán szakember és terápia segítségével sikerült megszabadulni a betegségtől. Jelenleg az Együtt az Autistákért Alapítvány kommunikációs menedzsere, emellett fitness és személyi edzőként segíti hölgytársait. Ő következik. Te megfejtetted-e, hogy miért törtek rád pánikrohamok? Én azt gondolom, hogy alapvetően igen. Szerintem, hogyha van egy olyan önismereted, vagy tudod magad kritikus szemmel úgy nézni, és nem feltétlenül az érzelmeiddel, hanem mint egy kívülálló, akkor lehet. Na és mire jutottál? Ezen nyomozások eredményeként. Hát nyilván azért ez nem egyik napról a másikra történik, tehát azért szerintem ez egy nagyon hosszú folyamat. Mikre jutottam? Fú, nagyon sok mindenre. Tehát én tudom magamról azt, hogy van egy örökös megfelelési kényszerem, és nyilván a tévézés időszakában ez azért fokozódott, mert akkor már nem csak magamnak, nem csak a családnak, nem csak a közeli körnek akartam megfelelni, mindenkinek is. Tehát azt azért nyilván idő volt feldolgozni, hogy sose fogsz tudni mindenkinek megfelelni, mert valaki mindig beléd fog kötni. A sapka van rajtad azért, ha nincs sapka rajtad azért. Tehát ez egy lehetetlen küldetés, és például ezt úgy helyre rakni az embernek magába, hogy tényleg csak azoknak az embereknek a véleménye számítson, akik a legközelebbi hozzátartozók vagy barátok. De ennek mi volt a gyökere, hogy te meg akartál felelni? Szinte bárkinek. Hú, szerintem egyébként ez ilyen természetből adódó dolog is, ez a maximalizmus. Valószínű az, hogy akármit csináltam gyerekkoromban, mindig volt bennem egy ilyen versenyszellem, hogy én legyek az első, én legyek a legjobb. De miért? Hát, ha én ezt tudnám, hogy miért így születtem. Te biztos vagy benne, hogy ez meghatározott? Az én tapasztalataim alapján, én aztán távolról sem vagyok szakember, mindig van mögötte valami. Biztos. Mi nagyon sokat költöztünk, igen, de ilyen 9, hát majdnem 10 voltam, amikor először elköltöztünk Angliába, és onnantól fogva gyakorlatilag 4 éven keresztül minden évben új iskolába jártam, új városba költöztünk, illetve hát volt egy ismétlés, mert a 4 városból egyben 2-szer laktunk, de hát azért ott is ez az új környezetben megfelelni, egy teljesen más kultúrában, idegen nyelv, amit nem beszéltem, mondjuk tény és való, hogy gyerekként az ember nagyon gyorsan adaptálódik ezekhez a helyzetekhez, illetve megtanul magába szív egy új nyelvet. Hát meg a figyelemhiány, annak az elérése, hogy én jelen vagyok, itt vagyok, fogadjatok el. Hát nyilván az is beleszámít, hát akkor persze. Akkor meg is érkeztünk, meg igen. Is van, hogy miért akartál te itt olyan nagyon versenyszerűen mindig megfelelni igen, mindenkinek. Igen, igen, igen. Nagyon korán magadra voltál utalva, ugye? Ez abból is fakadt. Figyú, ez ilyen kettős dolog, mert hogy már egészen kicsiként, azt anyukám még mindig mondják, hogy már egészen kicsiként mondtam, hogy majd én megoldom, és engem hagyom mindenki békén. Tehát én meg akartam mutatni, hogy én ezt önállóan is képes vagyok, és az, hogy én egyedül maradtam idézőjelbe, hogy ugye más országban éltem, mint anyukám, még az nem azért volt, mert ők ezt akarták, hanem én voltam az, aki kiharcolta magának. Tehát én mondtam, hogy én már pedig nem szeretnék költözni velük tovább, nekem elegem volt, én haza akarok jönni. Hány éves voltál? Hát akkor mentem gimnázium első osztályba. 14-15? Hát akkor majdnem 15, igen. És hazajöttél? Én haza, igen. Egy magad, 14-15? Hát nagymamámnál laktam, tehát azért úgy értem, nem úgy egy magam. Nélkül? De szülők nélkül, igen. Tehát azért nyilván egy nagymama más, mint a szülők, máshogy nevel egy gyereket, vagy mások a szabályok. Hiányoztak is menet közben a szüleid? Figyelj, biztosan igen, de hogy ez az önállóságom, ez az egyedül, majd én megoldok mindent, ez mivel szerintem én nagyon kicsi koromtól bennem volt,
így én már csak azért is meg akartam mutatni, hogy ez nekem így is megy. Ugyanez volt a televíziózással is? A televíziózás az egy ilyen érdekes dolog volt, mert hogy én nagyon nem voltam 100%-ig tisztában azzal, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Az én szereplésemhez azért az hozzátartozik, hogy én utáltam kiállni emberek elé. Tehát például, amikor nekem felelni kellett, vagy így sokan néztek, én teljesen leblokkoltam, ami kicsit ellentmondásos azzal, hogy utána műsort vezettem, és több száz ember előtt álltam egy színpadon, de valahogy, hogy az egy ilyen, hát, hogyha most rá akarunk húzni valamit, ilyen kettő személyiség ilyen szempontból, hogy... Vagy inkább úgy fogalmaznám, hogy mindez kielégüléssel járt nevezetesen, hogy a kiemeltségérzését megkapja az ember, valamit élvez belőle, de belül azért ez szorongással jár, lévén, hogy nem elemi igénye és komfortérzete szerepelni. Tehát ez egy belső feszültség. Ó, de milyen? Hát ezt ne tudd meg, hogy nekem az ilyen szereplések előtt milyen testi tüneteim voltak mindig. Tehát, hogy ilyen, ha nagyon bele akarunk menni, akkor hasmenés, hányinger, öklendezés, tehát ott minden volt, addig, amíg ki nem álltam a színpadra. Amint elmondtam az első pár mondatomat, én onnantól fogva tök jól el voltam. De miért csináltad akkor? Fogalmam sincsen. Én azt gondolom, hogy nem történnek véletlenek, és valószínű valamiért nekem ez volt az utam. Ott vagy a Viva TV-ben, ti akkor ott páran nagyon, hogy mondjam, felkapottak voltatok. Hát akkor a Viva az nagyon nagy szám volt, igen. Ti ugye a fiatalok szemében kiemelt szerepet töltöttetek be, és miközben mi láttunk egy mosolygós, látszólag nagyon laza lányt, ő belül nagyon szorongott. Akkor még talán nem is, mert akkor még ugye az elején nem fogtam föl, hogy ez az egész mivel jár, hiszen nem volt erre előtte példa, vagy nem nagyon volt, aki el tudta mondani, hogy mi mire számítsunk, amikor oda bekerültünk. Tehát ugye például az internet világa, a social media felületek, azok kb. Mikor mi már ott voltunk, akkor kezdtek el így berobbanni, ott az elején még csak ilyen chat szobák voltak. És ugye akkor indult el ez az online bullying, hogyha már ilyen mostani trendi, vagy hivatalos nevén akarjuk nevezni. Tehát a bántások. Igen, online. Igen, tehát az nagyon durván ment. Igen, mivel bántottak? Fú, hát nagyon sok mindennel. Ugye, hát ez a tipikus, hogy ki hogyan kerül oda, hogy biztos én is a könnyebb utat választottam, hogy nekem is a valakinek a kanapéján jött össze ez a munka, vagy éppenséggel így később, amikor már ugye akár a vállásomról volt szó, vagy így családi dolgok, hogy ott mindig voltak ilyen megmondó emberek, hogy persze, mert az ő apja itt vagy ott dolgozik, és gazdagok, vagy hogy tehát mindig volt valami. És egyébként így az elején mi ezt nagyon-nagyon nehezen viseltük. És nyilván a fiatalság is hozzájárul ehhez, hogy nem voltunk feltétlenül érettek, felnőttek, plusz, hogy ez egy teljesen új jelenség volt. És azért ezeket megtanulni, kezelni, hogyha nem jutottam volna el arra, hogy már nem érdekel mindenkinek a véleménye, hanem tényleg csak azzal foglalkozom, ami a körülöttem, hozzám közel álló emberektől jön, akkor valószínűleg valami gumiszobába lennénk bezárva mindannyian. Látod, milyen érdekes, azt mondod, azt emelted ki, hogy mi az, ami neked igazán fájt. Nevezetesen, hogy te nem saját jogon jutottál el oda, ahol eljutottál. Márpedig a beszélgetés eddigi részéből számomra az derült ki, hogy neked ez mindig nagyon fontos volt, hogy teljesíts és bizonyíts a teljesítményed által. Igen. Én szentül hiszem, hogy aki a kommentekre ad, nagyon nem mindegy, hogy melyikre ugrik. Ha megnyom benne egy olyan gombot, ami még elrendezetlen. Biztos sok minőségedbe támadhattak téged, de téged nem az bántott igazán, hanem az, amikor azt vonták kétségbe, hogy saját erődből a tehetséged által jutottál oda, ahova eljutottál. Igen, ez így van. Ott nagyon sok minden volt. Ugye először a Vivának vége lett, akkor új munkám lett, akkor ugye azzal az én beosztásom a napi rendünk, tehát minden teljesen megváltozott, akkor utána meghalt dédnagymamám, aztán dédnagypapám, aztán utána a nagymamám, aztán nagypapám, ez így pár éven belül így szépen sorban, és hát az ott az úgy nagyon sok változás volt. De mégsem akkor jelentkezett az első pánikról. Nem, de hát erre, amikor én így elkezdtem jobban belemélyedni és utána olvasni, akkor én erről olvastam is, hogy nem akkor történik, amikor te éppen benne vagy egy nehéz helyzetben, egy adott szituációban, hanem sokszor akkor, amikor tök nyugi van körülötted. Akkor már nyugi volt, amikor jelentkezett? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy akkor nem volt éppen semmi olyan friss történés, ami indokoltatette volna, és ezáltal lehet, hogy
pont azért jelentkezett, mert hogy nem voltak a gondolataim elfoglalva minden egyébbel, hanem úgy voltam. Moziba történt, ugye? Látszólag igen. Teljesen váratlanul. Igen. Mi történt? Igen. Fú, azt meg nem mondom, hogy melyik film volt, de a nyitó jelenet, hát még sokkal többet nem láttam belőle, mert utána a WC-be mentem ki. Ültünk a moziban, elindult a film, még csak a főcím, mentek az ilyen kamerasvenkek, ráközelítés, meg így át az autón keresztül sok villódzó fény, meg minden, és egyszer csak így azt éreztem, hogy egy ilyen gombóc van a tarkomba, kész itt valami nem oké, nem kapok úgy rendesen levegőt, tehát ilyen nagyon nem volt komfortos. És akkor még ott picit vártam, próbálkoztam úgy helyre rázni magamat, és azt éreztem, hogy na jó, ez így nagyon nem oké, kimegyek a mosdóba, valami lesz, és akkor onnantól fogva teljes összeomlás. Úgyhogy tehát ott tényleg az az érzésem volt, hogy én itt most meg fogok fulladni, kész, nem kapok levegőt, vége van az egésznek. De fizikailag voltál nagyon rosszul? Hát én úgy éreztem, hogy fizikailag vagyok nagyon rosszul, igen, tehát hogy valami testi bajom van, amitől... Erős szívdobogás, levegőtlenség, igen, izzadás. Igen, ez a nagyon ezek durva. Volt? Igen, és akkor ott még elindult egy hányás, egy sírás, tehát ott tényleg minden, amit el tudsz képzelni, és akkor én még azon is paráztam, hogy akkor én most a WC-be itt egyedül vagyok, senkinek nem tűnik föl, hogy én itt vagyok, ki tudja meddig, hogy ennek így hogy lesz vége, de szerencsére utánam jöttek, úgyhogy ez így megoldódott, de én akkor azonnal mentem a házi orvoshoz, hogy itt valami nagyon-nagyon nem oké. Mire gyanakodta? Fogalmam nem volt. Tehát én nyilván egyébként mindig a legrosszabbra, tehát én azt gondoltam, hogy kész itt valami halálos de dolog. De miért gondolsz mindig a legrosszabbra? Fú, nem tudom, mert akkor csak pozitívan tud az ember csalódni. Meg tudod nyugtatni a házi orvos? Nem. Tehát nem. Én nem hittem neki. Mert hogy elmondtam neki, hogy mi volt, és akkor mondta, hogy figyelj, de szerintem ez pánikroham volt. Én megmondtam neki, hogy figyelj, biztos vagyok benne, hogy nem. Fogalmam nem volt arra, hogy mi az a pánikroham egyébként. Tehát előtte kb. Egyszer hallottam egy ismerősnő, hogy azt mondta, hogy pánikroham volt. Mi voltál biztos benne, hogy ez biztos nem? Ó, mert én éreztem, hogy ott konkrétan van valami. Tehát, hogy ezt ő nem tudta nekem megmagyarázni, hogy lehet, hogy én azt érzem, hogy, de igazából az csak az én képzeletemben, vagy a kis agyamban történik, és akkor én mondtam, hogy jó, akkor én szeretnék elmenni mindenhova, és akkor voltam fülorgégészeten, tüdőszűrésen, 24 órás EKG, tehát tényleg mindent is megcsináltattam, ami ez a terület, nyaki ultrahang, hogy tuti nincs-e ott valami, amitől én meg fogok fulladni, és amikor nyilván minden teljesen rendben volt, akkor kezdtem így gondolkozni, hogy akkor lehet, hogy mégiscsak igaza van, és elkezdtem utána olvasni, hogy mit kell tudni a pánikrohamról, vagy pánikrohamokról. És hát akkor így összeállt a kép, elkezdtem gondolkozni, hogy mi lehet az oka, mi lehet a kiváltó forrása, miért pont most jött ki, és akkor is szépen lassan kezdtem el vele foglalkozni. De ezt követően többször visszajött és visszaköszönt. Ó, persze, hát nyilván, mert hogy ilyenkor az ember annyira parázik attól, hogy nehogy még egyszer jöjjön, mert nem akarod ezt érezni még egyszer, hogy így önmagát generálja. Tehát nem is magától jön úgy hirtelennyébe, hanem egész egyszerűen van annak egy előjele, hogy annyira ráfeszülsz valamire, hogy még egyszer nehogy előforduljon, hogy tulajdonképpen ez hívja életre? Nálam biztos, hogy ez is így volt, igen, meg voltak olyan szituációk, amikor, bár mondjuk abban is ez benne volt, mert ott mondjuk például egy ilyen nagyon emlékezetes eset, amikor Győrbe mentem le egyedül kocsival, és ott azon paráztam, hogy úristen, mi lesz, hogyha útközben előjön. És nyilván elindult a folyamat, és akkor volt az, hogy fölhívtam egy ismerős, hogy beszélgessen velem végig, mert én soha nem fogok Győrbe leérni, és ott ragadok az autópálya szélén, és ki tudja, mi fog velem történni ott, mert hogy egyszerűen muszáj terelni a gondolataimat valamivel. Milyen rendszerességgel volt ilyesfajta veszély? Ezt így meg nem mondom már, hogy pontosan milyen sűrűn volt, de jó párszor volt. Viszont sose akkor, amikor mondjuk a fiúkkal voltam otthon, vagy mondjuk egy nagyon ismerős közegben voltam, hanem mindig akkor, amikor egy kicsit így a komfortzónán kívül kellett lépni. Mi lehet vagy az egyedül összefüggés voltam. Szerinted? Vagy egyedül voltál, de mi az, igen, összefüggés a kettő között? Hát szerintem, hogyha mondjuk a gyerekekkel voltam, akkor az, hogy nem gondolkoztam meg, nem azzal voltam, nem az én gondolataim, a saját gondolataimmal voltam elfoglalva, hanem teljesen máshova tereltem a figyelmemet.
míg mondjuk munka közben ugyanez volt, de amikor már egyedül kellett a kocsiba ülni, és valami olyan helyre menni, ami egy ismeretlen terep volt, akkor meg már az, hogy huha, itt most egyedül vagyok, és akkor mi történik, ha? Volt is olyan, hogy ez nagyon megijesztett téged? Tehát tényleg beköszöntött, egyedül voltál, és volt dráma, és komoly volt a pánik, hogy most mi lesz velem? Hát akkor mindig telefon volt, vagy akkor... Mondjuk szerencsére, mivel ugye voltak gyerekeim, nagyon-nagyon sokat nem voltam egyedül, max, hogyha úgy kellett valahova mennem. De egyébként az esti elalvás volt még néha ilyen, hogy inkább a gyerekekkel aludtam, mert akkor az úgy komfortosabb volt, mint egyedül aludni, mert... De mitől féltél, hogy nem kell föl reggel? Aha, igen. Igen. Hogy mi van, ha éjszaka jön rám? Te tulajdonképpen a haláltól féltél? Ó, én attól mindig is féltem, a mai napig. Tehát én attól nagyon félek, hogy mi fog akkor történni. Hogy mi fog akkor történni? Igen, igen. Én mi a legrosszabb, ami történhet velünk? A nagy semmi, nem tudom. Tehát ez a baj, hogy mivel... Tehát például ez, az ismeretlen. Hogy valami, amit senki nem tud megmondani, hogy az milyen, vagy ott mi lesz, vagy utána mi fog történni. Igen, milyen érdekes, hogy a te életed legalábbis 14 éves korodig azzal telt, hogy az ismeretlennel kellett megbarátkozni, aha, és mindig helyt láttál. Most pedig attól félsz. Hát attól mindenki fél, nem? Igen, de hogyha x-szer már megugrottad, ráadásul olyan környezetben, ami más számára szinte megugorhatatlan volt, ja, akkor miért állított, és állít ekkora kihívást minden, ami ismeretlen? Ez egy nagyon jó kérdés. Meg tudod fejteni? Fogát, én vagyok terapeuta, nem tudom. Fogalmam sincs. Nyilván egyébként ez nem azt jelenti, hogy én ilyen nagyon... komfortzónában élek, és csak olyan dolgokat csinálok, mert azért ez nem így van. Próbálkozom azért mindenfélével, mint amikor a hegyről kellett, hogy leszedjenek, mert ott ragadtam egy sípáján. Hogy ott ragadtál a sípáján? Nem ragadtam ott nyilván, csak én úgy éreztem, hogy készít vége az egésznek. Felmentünk síjelni egy gleccserre, nem vagyok egy nagy sí bajnok, azt azért hozzáfűzném, hogy én úgy síjelek most már 21 néhány éve, hogy ilyen 3-4 éves kihagyásokkal mindig kb. Előről kezdem. Úgyhogy nem nagyon jutok egyről a kettőre. De elmentünk egy gleccserre, és akkor mondták, hogy na ez itt tök jó lesz, itt te is le tudsz simán jönni, ez a pálya, ez nem nehéz. És hát... nekem nehéznek tűnt a legelején, mert a legelején egy ilyen nagyon-nagyon meredek szakasz volt, amitől így megláttam, és hát ott úgy elkapott a pánik, hogy itt hogy fogok lemenni, de elindultam, tehát én megpróbáltam lemenni, viszont tiszta jég volt az egész, ami azt jelenti, hogy nem tudtam megállni. Úgyhogy én leültem, hogy én innen nem megyek sehova, és akkor nyilván ott teljes összeomlás, hogy itt most mi fog történni, én itt ragadtam kész, soha nem jutok le. Úgyhogy Máté testvére, a férjem testvére, sógorom visszajött föl a sífelvonóval, odaállt elém, és akkor kézen fogva levitt, úgyhogy rá kellett figyelnem, és nem a meredeket, a mélyet láttam. Belül van-e az emberben, és remélem nem tiszteletlen a felvetés, valami fajta szégyenérzet, nevezetesen, hogy hát engem basszus totál hülyének fognak nézni. Mert nem hiszik el, hogy ez komoly. Tehát ugye ezt észérvekkel racionálisan nem lehet megmagyarázni, hogy mi történik az emberrel. Látszólag minden rendben van, és a másik produkál, hát észveszélytő halálfélelemmel kéz a kézben járó tüneteket. Ez egy idegen szem számára lehet furcsa. Volt, aki azt mondta, hogy te hülye vagy. Tehát, hogy ilyen nincs. És hogy ez itt az agyammal van a gond. És hogy én túl pörgöm a dolgokat. Tehát volt ilyen, aki ezt mondta. Hallom, hogy munka során, vagy munka castingok során is okozott neked ez problémát. Egyszer volt egy ilyen, igen. De ott mitől féltél? Hát ez az ismeretlen, tehát ott is az volt, meg megfelelés, nyilván. Tehát, hogy egy új terepen, új emberek előtt, új munkakörben kell most a legjobbamat nyújtani ahhoz, hogy engem válasszanak. Tét helyzet volt. Igen, 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 igen. És leblokkoltál? Nem csak leblokkoltam, az összes tünetet produkáltam azon, úgyhogy el se jutottam odáig, hogy úgy effektíve leblokkoljak mondjuk egy mondat közepén. Mert oda is jutottam el, hogy az első mondatomat elmondjam. De mi történt? Igazából csak a szokásos, hogy így annyira rápörgettem magamat, hogy akkor itt most meg kell mutatni, hogy egyből jelentkezett ez fizikailag. A... Fizikailag. Igen, 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 igen. Tehát oda sem mentél a kamera elé, hanem kijöttél? Aha, igen, tehát az lett volna, hogy na, akkor adat eljössz, és akkor én ott teljesen
nem azt mondom, összeomlottam, mert nem összeomlottam, hanem egyből elkezdtek jönni a szívdobogás, gumó, nem kapok levegőt, és akkor mondtam, hogy én nem tudok kimenni, tehát vagy így esélytelen, hogy én egy mondatot is el tudjak épkézláb összeszedett gondolatokkal mondani. No, ez a te szakmai öntudatodat például akkor kikezdte? Nem, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy jel volt, hogy nem az volt az utam, hogy nem oda kellett akkor mennem, vagy nem arra kellett mennem. Arra például nem gondoltál, hogy lehet, hogy az egész nem feltétlenül a te választott utad volt? A nyilvánosság. Is, de ugyanakkor meg nem is választott volt, hanem ez is egy ilyen véletlen műve igazából, ahogy én a tévézést kezdtem. De hogy neked nem biztos, hogy annyira testhez álló, mint elsőnek tűnt, hogyha ennyire képes volt kiváltani. Most erre mondjam azt, hogy a pszichológus, akihez jártam, mit mondott? Ő mondta azt, hogy ő nem érti, hogy én mit keresek ebben a világban. Mármint, hogy a tévézés, igen. És mondom, hogy engem nem is a szereplés része, vagy az, hogy engem megismerjenek, vagy azt nem mondom, hogy sztárság, mert Magyarországon nincsenek sztárok, az ismertség része vonzott meg érdekelt, hanem én magát a munkát szerettem. Hát azokat... a kiemeltség részét, nem? Ami ezzel jár, hogy felismerik azért az embert. Nem, mert azzal sose tudtam mit kezdeni például. Tehát, hogy az, hogy engem az utcán megismernek, vagy odajönnek, szerintem én jobban zavarba voltam nagyon sok esetben, mint az, aki odajött. Tehát, hogy ez ilyen... is azért azt mutatja, hogy nem feltétlen ez a területnek megfelelő alkatod van. Igen. Mert van, aki ebben lubickol. Hát azt igen, esik, valaki hogy... kifejezetten élvez, igen. Nem, valahogy, hogy én nagyon szerettem azokkal az emberekkel együtt dolgozni, magukat, a forgatásokat, tehát a munka részét, de minden egyebet, ami ezzel együtt jár, az nem. De egyébként, hogyha megnézzük, szerintem nagyon sok... olyan ember van, aki, és most itt nem magyarokra gondolok feltétlenül, meg nyilván nem ilyen szintű ismertségre, hanem ilyen nagyon nagy amerikai sztárokat, ha megnézünk, azért nem véletlen, hogy annyian betegek, vagy betegszenek meg. Neked az igazán kemény időszak, tehát a moziban történt igen. Első pánikroham, és a megváltás történetig, tehát amikor a pszichológusnál mindezt feloldottad, az meddig tartott? Az hány évig tartott? Hú, hát olyan 2-3 körülbelül. Azért az kemény, az nem olyan kevés. Igen, de az nyilván nem azt jelenti, hogy ott az alatt a 2-3 év alatt folyamatosan ilyen durva volt a helyzet. Tehát nyilván ott az elején volt egy ilyen durvább időszak, amikor még én se tudtam nagyjából, hogy mi történik, és utána tök jól el tudtam kezdeni kezelni magamat idézőjelbe, ezt is szabad mondani. Tehát akkor elkezdtem meditálni, egy kicsit így jobban befelé fordulni, jógázni. A legelején két dologra jöttem rá. Az egyik az, hogyha egy nagyon mentolos rágót bevesz az ember a szájába, akkor ugye, hogyha sóhajtasz egy nagyot, akkor teljesen érzed az egész nyelőcsövedet, meg mindent, hogy ott tuti nincs semmi, tehát hogy akkor ott nem lesz probléma. És akkor ez volt az egyik praktikám, hogy akkor ilyenkor nagy levegő, rágó, és akkor érzem, hogy az ott úgy rendben van. Illetve hát a légzés gyakorlatok, azok nagyon sokat tudnak segíteni ilyen esetben, hogyha megtanulsz egy pár olyan légző gyakorlatot, amit akár a jogában is alkalmaznak, tehát az is. Meg hát a terelés, telefonbeszélgetés. Fel kell hívni valakit. Valakit felhívni, igen, most azonnal beszélgessél velem, kérdezgessél, hogy ne gondolkozzak. És az se jó, ha csak ő beszél, mert akkor nem biztos, hogy arra fogsz figyelni. Kérdezgessél, és akkor beszélek. Én azokra a dolgokra jöttem rá, hogy mik azok, amik kell, nem foglalkoztam eleget ahhoz, hogy le tudjam zárni. És nyilván addig, amíg nem zár, persze azt mondod, hogy ez elmúlt, ez már régen volt, már nem foglalkozom bele, az nem azt jelenti, hogy lezártad. Tehát addig, amíg te magadban nem raksz rendet, és békélsz meg minden dologgal, ami történt, addig nem fogod tudni lezárni. És szerintem nálam ez volt a fontos, hogy... átnézzem az addig életemet, hogy mik azok, amiket így nem akarok vele inkább foglalkozni, oké, hogy volt, de hogy így már nem beszélünk róla, vagy nem dolgoztam úgy fel, vagy nem éltem meg azt a történést úgy, hogy kellett volna, és amint ezeket úgy helyre raktam, feldolgoztam, átgondoltam, stb., akkor jött el az a pont, hogy már úgy azt tudtam mondani, hogy rendben vagyok. És ahogy az ember megoldásra lel, felismeri mindezt, csökken a nyomás és a belső nyomás.
Hát persze, mert megbékélsz az eddigi történésekkel, az eddigi döntéseiddel, az eddigi, hát hogy mondjam, a tudatalattidban elraktározott dolgokkal, amik már nem nyomnak úgy, vagy nem befolyásolnak tovább. És ezáltal, hogy ilyen nyugalmi szituációba kerül az ember, el is hiszi azt, hogy már nem fog előjönni, mert szerintem ez is rendkívül fontos. Mert ugye te sokáig attól féltél, hogy mi lesz, ha jön, igen, és ad egyfajta érzelmi biztonságot, hogy már nem jön? Hát figyelj, igazából soha nem mondtam azt, hogy 100%-ig biztos vagyok benne, hogy soha többet nem fog jönni, mert simán lehet, hogy bármikor visszajöhet, de azt gondolom, hogy, sikerült olyan eszközök jutnom, amivel tudom kezelni. Most félsz-e bármilyen ismeretlen szituációtól, hogy valamikor előjön? Nem. Nem? Nem. Nem félek, mert valószínűleg most már nem ismeretlen, hanem megvannak az eszközém, tehát ha véletlenül meg is történne, akkor tudom, hogy mit kezdjek vele. Egyrészt, másrészt meg mivel már megtapasztaltam, ezért most már nem félek tőle. Mert már nem olyan is, lehet, hogy persze ismeretlen szituáció az lehet, de hogyha egy olyan helyzetbe belekerülök, akkor már nem ismeretlen az, ami viszont történhet. Hát meg tudod, amikor már egyszer-kétszer próbára tett ilyen értelemben az élet, hogy nem hal bele az ember. Igen. Igen. A haláltól kevésbé félsz nem. azóta? Tehát ebben nem. Akkor még nincs nagy Nem, javulás. Ebben nem, nem. Nem abban bízom, hogyha sokáig él az ember, mert ugye ezt idősektől szoktuk hallani, hogy ők már azt mondják, hogy nekik úgy már elég volt. Hogy majd inkább azt fogom egyszer megélni, hogy azt mondjam, hogy elég volt, és akkor már nincs mitől félni. Hát legyen ez nagyon sokára. Ezt kívánom. A másik pedig is ezen a zárókérésem, hogy a megfelelési kényszered, a mindenkinek való megfelelni akarás, és ezzel kezdtük. Igen. Ez vajon lohadt-e benned, köszönhetően a terápiának és a szembenézéseknek? Szerintem lohadt, de nem feltétlenül terápiának, meg az egyéb dolgoknak, hanem inkább annak, hogy megöregedtem, idézőjelbe. Tehát, hogy tényleg ez, hogy valahogy úgy érettebb és bölcsebb lettem, ha lehet ilyet mondani, és tényleg most már elhiszem azt, hogy tök mindegy, hogy ki mit gondol, hanem csak az fontos, hogy én tudjam az igazamat, illetve azok, akik számítanak. Hát akkor maradjunk ebben. Nagyon köszönöm. Én is.